Népzenei dallamok zengték be az Arany János Egymi Autista Intézményi Egység előterét március 25-én. A Herman László Zeneiskola nem először látogatott el az iskola fiataljaihoz, ezúttal az Autizmus Világnapjához kapcsolódóan szervezték a közös programot, melynek lényege egymás megismerése, elfogadása. Április 2-a az Autizmus Világnapja. Itt az Arany János Egymi Budai úti intézmény egységében autizmusban markánsan érintett gyerekek tanulnak, 103 kisdiák van itt nálunk, és az idén másodszor jönnek hozzánk a Herman Zeneiskolából gyerekek. Tavaly a ilyen kicsit modernebb zenészek, az idén pedig a népzenei tagozat jön hozzánk, hogy közösen egy kicsit a zene által kapcsolódjunk az autizmus és a neurotipikus gyerekek. A programot a Herman László Zeneiskolával közösen hívta életre az intézmény. Személyes küldetésemnek is érzem azt, hogy az egészséges gyerekek és azok a gyerekek, akik autizmussal születtek, ugyanolyan értékrend és érzelem és tanulásban részesülhessenek, akár zenében, táncban, vagy a művészetek egyéb ágában is mutatkozik ez meg. És egyébként nekem is személyesen van 2 autista tanítványom. A program fontos üzenete, hogy a zene az a mi közös nyelvünk, ezáltal pedig egyformák vagyunk mindannyian. Aki pedig zenét vagy egyéb művészetet tanul, könnyebben tud közösségben gondolkozni és dolgozni.